Tini Ninja Teknőc, Törpapa, Pán Péter. És akkor innen ugrik és elrepül neked. Tud repülni. Ezekhez hasonló kincsekre lehetett az, aki január 12-én ellátogatott a Ferencvárosi Művelődési Központ gyermekbolha piacára. A 8 éves Bence például egy egész asztalnyi portékával érkezett. Mire stábunk odaért, már több tárgy is gazdára lelt. Hát vásárolt tőlem egy vonatot, meg egy plüst, egy ilyen majmot, meg vásárolt labdát. De nem csak játékok, hanem használt könyvek, sportszerek árusítására és cseréjére is lehetőségünk nyílt az érdeklődőknek. Az esemény egyik szervezője elmondta, hogy több kerületben is felmerült már az igény, hogy ilyen bolha piacot rendezzenek a kultúrházban. Sok kincs lapul a gyermekek gyerekszobájának, mi, mint kiderült, ebben a kerületben is így van. Az anyukák nagy örömére és a gyermekek örömére is alakult ki ez a kezdeményezés, hiszen a gyerekek így könnyen egy kis zseppénzhez juthatnak, azáltal, hogy elhozzák a megunt játékaikat. Minden hónap első szombatján 6-tól 18 éves korig szülői felügyelettel bárki részt vehet a Ferencváros kincskereső bolhapiacán. Az asztalokat korlátozott számban díjmentesen biztosítják azok számára, akik ezt előre jelzik. Jelentkezni e-mailen vagy telefonon lehet. A szórólapok pedig kerületszerte megtalálhatóak. Hóember kriket, hóember építő, célba dobó. Mindenütt hóember. Ez volt a havi témája a Cimbora játszóháznak és az interaktív verskoncertnek, melyet a Cimbora együttes közreműködésében hallhatott a közönség. A cél az, hogy egy jó hangulatú, közös játékban legyen része azoknak, akik eljönnek, és játékosan mondjanak verset velünk, észrevétlenül egyszer csak azon kapják itt a gyerekek magukat, hogy énekelnek velünk, verset mondanak, táncolnak, muzsikálnak. A bolha piac és a játszóház jövő hónapban is megnyitja kapuit. A következő alkalommal, azaz február 9-én a farsang lesz a téma, ahova vár mindenkit a Ferencvárosi Művelődési Központ kicsiktől a nagyokig.